A számológép és a négyjegyű függvénytáblázat minden asztalon ott hevert már reggel 8 óra előtt. Ezeket is használhatták a diákok a vizsgán, a mobiltelefonokat azonban nem tarthatták maguknál, ezeket begyűjtötték a felügyelő tanárok. A Damjanics János szakközépiskola, szakiskola és kollégiumban 95-en adtak ma számot tudásukról. 8 óra előtt minden teremben felbontották a tételeket, a tanulók pedig meghallgatták az érettségivel kapcsolatos tájékoztatót. Főként a szakközépiskolai tanulóink választják az érettségit, természetesen nekik ezt kötelező tantárgy is, a matematika, ami ma is folyik. A disziben 5 teremben írták a vizsgát a tanulók. A csoki, ásványvíz vagy szendvics adott energiát a diákoknak a 3 órás megmérettetésen. Halmazelmélet, százalékszámítás, másodfokú egyenlet, kamatos kamat, logaritmus, gráfok, síkgeometria, valószínűségszámítás. Ilyen témakörökből is szerepeltek feladatok a középszintű matek érettségi első, rövidebb példákból álló részében. Ezt 45 percig írhatták az érettségizők, a második részre 135 percük volt. A diákok azt mondják, nem volt könnyű a matek, az első rész azonban egyszerűen megoldható volt. Úgy érzem, hogy nehéz volt, szerintem nagyon nehéz volt, de viszont sikerült. Szóval megoldhatók voltak a feladatok, hogyha az ember úgy rákoncentrált arra, hogy csinált. Hát az első részt úgy érzem, hogy az aránylag jó lett, de a másodikát meggyűlt a bajom egy kicsit. Voltak benne nehezebb, könnyebb feladatok is, de úgy aránylag szerintem jó lesz összességében. Hasonló feladat sorra számítottál? Hát aránylag igen. Ugye a típus feladatokat átnéztük, osztályfőnökkel mindig ugye a próba érettségi feladatsorokat, ugye aránylag tudtam rá készülni. Holnap a történelem vizsgával folytatódik az érettségi.